korábban földúton lehetett közlekedni az Érpatakot Zsindelyes tanyával összekötő szakaszon. Az önkormányzat 2022-ben a vidékfejlesztési programban pályázott. A fejlesztésre az 5%-os önerő mellé 260 millió forintos támogatást kaptak. Lakosainknak is nagyon fontos, és úgy, hogy eljussunk Nagykállóba is, egyfajta időtakarékosság, mert le tudjuk csapni, úgymond egy olyan 4-5 kilométert tudunk megspórolni, mire eljutunk Nagykállóba innen Érpatakról. Meg igen fontos mezőgazdasági szempontból a gépeknek, az eszközöknek a kijuttatása a szántóföldekre, erdőkre a művelés szempontjából, és ipari területek is találhatók, hűtőházak vannak kint a Zsindelyesen, napelemparkokat építenek, hoznak létre, amik meg vendégházak turisztikai szempontból is fontos, és hogy összekössük Érpatak belterületét a Zsindelyes tanyával. Az átadó ünnepségen elhangzott, a térségben a vidékfejlesztési programban kiírt forrásból közel 2,5 milliárd forint értékben épültek külterületi utak. 13 programban több mint 2,5 milliárd forint értékű útfejlesztés valósult meg itt ebben a választókerületben. Emlékeim szerint mintegy 40 kilométer hosszan. Ez közelebb hozta a településeinket egymáshoz, mert a jó minőségi úton egy kicsit gyorsabban lehet haladni, nyilván betartva a szabályokat. Az átadó ünnepségen az is elhangzott, a vármegyei önkormányzat számára fontos a tanyavilág megőrzése, a tanyán élők életminőségének javítása. Ezek vidékfejlesztési programból megvalósult utak, de az ott élőknek teljesen mindegy, hogy miből, topuszból vagy vidékfejlesztési programból valósulhat meg az út. Ez azt jelenti az ott élőknek, hogy maradjanak ott, sőt, fiatalok is költözenek oda, hogyha ez az életforma vonzó számukra, hiszen ez akár egy városi idő életminőségnél is jobb lehet, hiszen természeti életet jelent, nincsenek szennyező faktorok, és igazán boldog életet lehet érni a tanyán is, hogyha van infrastruktúra. Az elmúlt időszakban vidékfejlesztési programból mintegy 4500 kilométernyi külterületi közút épült hazánkban. Több mint 1700 önkormányzattal sikerült szerződéses viszonyt létesíteni, jó partneri kapcsolatot kialakítani, hogy mezőgazdasági vagy külterületi útjaikat tudják megújítani, vagy új utakat létesíteni, vízelvezető árkokat hozzárakni. Az 1700 önkormányzat valamivel több mint 4500 kilométernyi útfejlesztésre adott be pályázatot, valósították meg, mint ahogy a mai példa is mutatja. Ez nagyságrendileg 180 milliárd forint környékéből kerülhet elszámolásra és megvalósításra. A támogatásból 2,2 kilométer hosszan épült ki aszfaltozott útszakasz, Érpatak belterülete és a szomszédos Zsindelyes tanya között.